Szombaton a Malom utcai táncházban ismét megelevenedtek a magyar néptánc hagyományai. Az Alba Régia Táncegyesület szervezésében színes programok várták az érdeklődőket, és mind a gyerekek, mind a felnőttek megtalálhatták a számukra érdekes programokat. A legkisebbek kézműves foglalkozásokon és népi játékokban vehettek részt, de persze számukra sem maradhatott el a tánctanítás, melyet a Csikó Bál követett. Csikó Bál, ezt tavaly kezdtük el, a művészeti iskoláknak a csoportjait bízzuk meg ilyenkor, hogy ők legyenek a házigazdái ennek a résznek. Van egy gyerekjátszó, ami a kisebbeknek szól, és igazából még a felnőtt táncház előtt egy ilyen átmeneti időszakban egy picit már a nagyobbakat szólítjuk meg, és most éppen a csöröge csoport lesz, akik egy alsó osztályos tanulók, és ők fogják most ezt a táncház részt vezetni. Majoros Robert az idei évről is szót ejtett, elmondta, egy igen mozgalmas jubileumon vannak túl, de a munka nem áll meg. A 76 éves Alba Régia táncegyüttes is számos koreográfiával, eseménnyel és élménnyel kápráztatja majd el, és várja a fehérváriakat. 25-ben már nem leszünk 75 évesek, ott már 76 évesek leszünk, tehát ebbe az évben lemegy az összes Arte 75-ös programunk. Nagyon sok programunk volt, amit meg is tudtunk valósítani, és ennek nagyon örültünk, hogy amit elterveztünk, az tényleg szinte mindegyiket meg is csináltuk. 2025-ben megvan már, hogy mivel készülünk az együttesnek, a fesztiváloktól kezdve a Táncvilágnapi Gála műsor most a főcsapás, úgyhogy már most elkezdtünk erre is készülni. Az este folyamán a Galiba együttes zenéje adta a muzsikát, amely felpestítette a hangulatot.